A fehér orosz meri dinasztány utak következik. Ő a harmadik volt a selejtezőben. Igen, azért, hogyha megcsinálja hibátlanul a gyakorlatát, akkor valószínűleg ő ott lesz a dobogón. Neki van a legnagyobb esélye erre. A két orosz mellett, ugye? Igen, hát ha az oroszok megcsinálják, akkor maximum egy harmadik hely, igen. Szép és rizikós elkapás volt a végén. Mennyi rizikós elemnek kell benne lenni egy ilyen gyakorlatban? Rizikó, van úgy, hogy a rizikó, az maximum 3 darab lehet. Az mit jelent, hogy a rizikó? Amikor földobják a szert, és elveszítik a szemkontaktust, mert egy fordulatos elemet csinálnak alatta. És akkor az értéke növekszik attól függően, hogy hogyan kapja el más testrésszel, látótéren kívül, illetve a fordulatok számától. Mi az, amitől még kiegyensúlyozott egy ilyen gyakorlat? Hát attól, hogy összhangban van a zenével, hogy folyamatos az egész. Nyilván a koreográfia is számít, hogy mennyire vannak síktörések, illetve a karika útja milyen. Igen, láttuk egy pillanat, hogy hátra kellett ülni. Igen, az egy kicsit hátra dobta, vagy rúgta. Itt pedig a vége, kapás. Ez tökéletes volt. Az első helyen áll, így igaz. Aki most érkezik, Margarita Mammun. Hát mondhatjuk azt, hogy a második számú orosz versenyző, hiszen a második helyen jutott ide a fináléba. De azért lesz, amikor megfogja majd a nagy riválisát. Az egyik szeren ő jutott elsőként ide. Nagyon érdekes felállással kezdve. Ahogy forgóspárgával elkapta a láb alatt, és egyből áthajtott egy következő kis ugrással. Egészen káprázatos.